Idézek is Lázár János leveléből, így szól. Hogyan tudna egy nyilvánvalóan politikai kötődéssel bíró szervezet elfogulatlanul, transzparensen, érdem szerint dönteni pályázati pénzek elbírálásakor? Hogyan járuljunk hozzá a legitim sokszínű magyar civil közélet megteremtéséhez egy olyan szűrővel, amely még látszatát sem tartja meg a politikai függetlenségnek? Amikor ezt először olvastam újságban kiemelésként, és ott, hogy Lázár János ezt írta, nagyon megijedtem. Azt hittem, hogy rossz helyre kerültek a bohócos plakátok, hogy valami történt, aztán utána rájöttem, hogy ezt a norvég kollégájának írta. Kaufer Virága vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét! Rég láttuk, utoljára még LMP-s politikusként ült itt ebben két a székben. Két évvel ezelőtt. Azóta viszont a civil partnerség díj ökotárs pályázati értékelője, ez így pontos ez a titulus? Többek között igen, tehát ahogy azt akkor is említettem, visszamentem a kaptafához, és visszamentem a civil társadalmi civilnek. Szervezetek. Igen, visszamentem civilnek pontosan, és ez az egyik ilyen tevékenységem, hogy a norvég civil ugye, alapot... Ezt kezeli, vagy mit a dönt, vagy bíráló bizottságban van? Én értékelő vagyok, ez azt jelenti, hogy a beérkezett formailag megfelelő pályázatokat szakmai szemmel megnézem, hogy mennyire illeszkednek a kiíráshoz, illetve szerintem mennyire megvalósíthatóak, és mennyire fogják a társadalmi változást elérni, amit a kitűzött magának a pályázó. Akkor ő most egy beépített LMP-s ügynök a civil társadalomba? Mert hogy gyakorlatilag arról szól Lázár János levele, hogy van ez az ökotárs alapítvány, ez az alapítvány kapja a pénzt a norvégoktól, és ez az alapítvány a civil támogatási, tehát a norvég civil támogatási alap pénzének a szétosztásában bizony, hát juttat az LMP-nek, mert hogy politikától nem független, akkor valószínűleg az LMP kezére játszanak valami pénzeket. Tehát ön, mint volt LMP-s, hát valami lehet, hogy ürgebőrbe vart ügynökként osztogatja a pénzeket. Kezdeném egy lépéssel hátrébb, ugyanis a norvég kormány és a magyar kormány között született egy megállapodás évekkel ezelőtt, ami a fejlesztésre, a civil társadalom fejlesztésére és egyébként egyéb fejlesztési projektekre is vonatkozik. Tudomásom szerint 3 év alatt 40 milliárd forintot kíván Norvégia Magyarországnak fejlesztési célra átadni, és ennek egy részét a civil társadalom fejlesztésére, ennek kb. 4 milliárd forint az, amit kifejezetten a civil társadalom fejlesztésére, a demokratikus jogok, a demokratikus jogérvényesítés erősítésére, ezenből az emberi jogok, a nemek közötti esélyegyenlőség, a kisebbségek jogainak a kérdésköre, az, amire fordítani szeretnének, és ennek van egy kezelő konzorciuma úgynevezett, egy civil szervezetek által képzett testület, amit az ökotárs alapítvány vezet. Na most én még mindig sehol nem vagyok bent ebben a képben, én vagyok az ökotárs alapítvány munkatársa. Az ökotárs alapítványnak ön nem munkatársa? Én megbízottként veszek ebbe a folyamatba részt, és hát az, hogy mennyire vagyok LMP-s, vagy mennyire nem, hát pártag nem vagyok. Nem vagyok pártag, 2 éve kiléptem, és illetve 2 éve lemondtam ugye a mandátumomról, és kb. Másfél évvel ezelőtt léptem ki a pártból. Én egyike voltam azoknak, akiket ebben a levélben Lázár János kiemelt, de hát a Norvég Civil Alap oldalán olvasható egyébként az ökotárs alapítvány nyilatkozata ezzel kapcsolatban, amiben azt állítja, hogy senki a jelenlegi bírálók és szakértők közül nem pártag, illetve párt, tehát országos politikai funkciót nem tölt be. Jó, de hát ettől lehet kedves neki egy párt. Az ökotárs alapítvány jóvoltából jutott az LMP-hez, vagy ha van az LMP-nek bármiféle szervezete, alapítványa, tehát saját pártalapítványa, jutott ahhoz támogatás? Nem, pártalapítványokat nem támogat a Norvég Civil Alap, független civil szervezeteket támogat, és amit én ezzel kapcsolatban elmondhatok, az az, hogy amikor ezt a munkát elvállaltam, akkor mind titoktartási, mind összeférhetetlenségi nyilatkozatokat alá kellett írnom, úgyhogy tudomásom szerint erre nem került sor, sőt a Norvég Civil Alap honlapján olvasható az, hogy az LMP-nek semmilyen formában nem nyújtott támogatást az ökotárs alapítvány, illetve az által kezelt alapból, sőt az ökotárs alapítvány sem kapott pénzt az LMP-től. És azon gondolkodtam, hogy ugye a fejlesztési pénzek és azok elosztása, kezelése Lázár Jánoshoz került.
rosszul gondolom, hogy például ez a 4 milliárd, ami a demokratikus elvek, értékek megerősítéséért küzdő civil szervezeteknek, egyenjogúságért küzdő szervezeteknek adható, ez például nincs Lázár János keze alatt? Tehát e fölött, a civil pénz fölött nem ő rendelkezik? Abszolút, ez így van. Uh-huh. Magánalapítvány az Ökotárs Alapítvány, és évtizedek óta foglalkozik a civil társadalom fejlesztésével egyébként. Ez az egyik projekt, amin dolgozik, hogy a norvég pénzeket szétosztja pályázati úton. De ezt például kidönti el a norvégok, hogy mi egy magyarországi civil szervezetnek adjuk a pénzt, és nem az államnak, hanem a kormánynak, hogy akkor tessék odaadni azoknak a civileknek, akiknek gondolják. Ez egy államközi megállapodás, tehát a magyar állam és a norvég állam eldöntötte azt. Erre utal is a levél elején. 40 milliárd forintot hogyan osztja el, és hát természetesen a norvég fél, aki hozzájárul anyagilag ehhez a projekthez, azért nagyobb mértékben dönthet arról. És azt tudni kell, hogy a magyar kormány a kezdetektől fogva megfigyelőként, és hát ugye mikor a keretszerződés megszületett, tárgyaló félként vett részt. Azóta azonban a megállapodás részeként a magyar kormány csak megfigyelőként vesz részt. És egyébként ennek a konzorciumnak, aki kezeli ezt a civil alapot, ennek a kiválasztása során is megfigyelőként részt vehetett. Az Ökotárs Alapítvány tudomásom szerint 2012 óta kezeli a norvég civil alapot, tehát Lázár János 2012 óta, vége óta tudja azt, hogy az Ökotárs Alapítvány kezeli ezt a pénzt. Hát de a lehet, pénzt, hogy most úgyhogy jött rá, hogy ő meg egyébként 2 évvel ezelőtt még LMP-s képviselő volt, most meg pályázati értékelő, vagy lehet, hogy most derült ki. De van még egy csavar ebben az egész történetben. A norvég hivatalos közlés, miszerint ők semmilyen levelet nem kaptak Lázár Jánostól. Akkor ez most mi? Lázár János írt nekünk egy levelet, mintha a norvég kormánynak írta volna, hogy tessék, népem, olvassátok, ez itt a norvég kormánynak írt levelem, de egyébként nem volt időm elmenni a postára. Vagy mi ez? Az egész úgy nagyon kacifántos, erről nem tudok, hogy megkapta a norvég kormány ezt a levelet, de vagy sem. De olvasta, hogy nem. Hát igen, én is olvastam, de nagyon kacifántos az ügy. Én se gondoltam volna, hogy legközelebb az egyenes beszédben akkor leszek, amikor egy elvileg titoktartással aláírt személyemet is védő projektben részt veszek. Itt vagyok, mert nyilvánosságra került. És egy soha nem küldött levélről fogunk beszélgetni. Igen, tehát nem tudom, hogy mi van-e mögött az úgy mögött. Ugye arról is beszélnek, hogy lehet, hogy két évvel ezelőtt még politikus volt, és nem mondja nekem, hogy mi, nem tudja, mi van ez mögött az lehet, hogy nem erről a 4,4 milliárdról van szó igazából, hanem arról a maradékról, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül kellett volna elosztani. Ugye az a pénz Lázár Jánoshoz jutott volna, és lehet, hogy azzal van esetleg valami probléma. Az mekkora az összeg? Hát a 40-ből vonjuk ki a 4,4 tizedből, tehát olyan 5,5 millió körül, bocsánat, nem, 35 milliárd. Tehát 35 körül, milliárd forint, de azt most kiosztja szét, hanem az nem került a Lázár Jánoshoz? Hát én a mai hírek alapján azt láttam, hogy ez az összeg elvileg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül kerülne elosztásra, de hát mivel ez megszűnt, ez a testület, ezért most azóta nem érkezett a norvégoktól. Ja, mert pénz. Hogy nincs testület, ahova utaljuk, és nekünk nem szólt senki, mert azt a levelet, és akkor lehet, hogy elfelejtették elküldeni, hogy most már nincs NFÜ, vagyunk mi, nekünk tessék bankszámlaszám. Tehát hogy lehet, hogy ezt is elfelejtették. Tehát én egyszerűen értetlenül álltam az egész folyamat előtt, és azt láttam, hogy a kormány képviselői minden ülésen jelen voltak, és jegyzeteltek, a jegyzőkönyvek hozzáférhetőek voltak így ezáltal a magyar kormány és a norvég kormány számára is angol nyelvre lefordítva. A folyamat szerintem abszolút szakmai alapon zajlott, több értékelő értékel egy pályázatot, nem csak egy névtelenül értékelünk, és hát a pénzosztás mellett egyébként nagyon fontos eleme ennek a norvég civil alapnak még az, hogy fejlesztési tréningeket is tartanak, és képzéseket is tartanak civil szervezeteknek. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ez egy önálló, független, kormánytól és államtól független, annak befolyásától független jelentős pénzforrás, ami a civil társadalmat erősíteni tudná Magyarországon, ez itt a probléma sokak számára. És plakátokra adtak pénzt, hogy adtak már? Ja, nem mondhatja el, hogy kinek, bocsánat, titoktartást. Minden nyilvános egyébként, tehát a döntések után a norvég civil alap honlapján látható az, hogy az elmúlt években kikapott és mire és mennyit
Úgyhogy ez teljesen transzparens. És mi lesz ezzel a több mint 35 milliárddal, ami ugye az NF-nek nem utalható, mert nincs, Lázáréknak meg ezek szerint nem utal, már hogy a minisztériumnak, akkor ez elveszett, vagy ezzel mi lesz? Hát ezt a Norvég alaptól kellene, vagy bocsánat, nem is a Norvég alaptól, hiszen ez nem hozzájuk tartozik, tehát a Norvég kormány képviselőtől, vagy esetleg Lázár Jánostól kellene megkérdezni. Hát vagy Lázár Jánosnak a Norvég kormány képviselőjétől, mielőtt inkább a civil 4 milliárdot keresi, vagy hát nem keresi, hanem azt mondta, mit is írt, hogy sajátos politikai vonatkozással bíró ügyre szeretné felhívni a figyelmét. Egyébként tartja ön az LMP-vel, a párttagokkal a kapcsolatot? Nem jártam azóta rendezvényen, és azon kívül, hogy a sajtóból értesülök az eseményekről, illetve a történtekről, én nem tartom velük a kapcsolatot. Hát most egy kicsit megint összehozták lent a párttal, de hát már próbáltuk kibogozni a szálakat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Rövid reklám, aztán jövünk vissza. Itt lesz Bokros Lajos, itt lesz Rényi András, Ligeti Miklós, a Transparency International-től. Maradjanak velünk!